Szálem elájkum. Béke legyen veled. Csodák már pedig léteznek. Tudom, hogy a jó fog győzni, és tudom, hogy nem vagyunk egyedül. Filmjeimet már milliók látták. Vogel Frigyes vagyok, a kulturális kreatívokról szóló filmek egyik alkotója. Jó, ez egy édes gyökér. Elég jól ismert Egyiptomban. Sőt, annyira, hogy még Tutanhamonnak a sírjába is betettek belőle, hogy elkísérje őt a túlvilágra. Nagyon finom. Kifejezetten édes. Afrikában voltam. Egészen pontosan Egyiptomban. Azt még jó tudni, hogy az édes gyökér az torokfájásra, hasfájásra, gyomorpanaszokra kiváló. Ismerőseim már régóta rágták a fülemet, hogy látogassak meg egy közösséget, egy olyan helyet, amit még biztosan nem láttam. És amikor eljött az ideje, felhívtam a stábtagokat, és úgy döntöttünk, hogy elmegyünk együtt. Aztán az élet úgy hozta, hogy a stábtagok egyenként elkezdték lemondani a részvételüket erre a nagy útra, úgyhogy a végén fogtam a kamerámot, és egyedül elmentem Egyiptomba. Amikor megérkeztem a kairói repülőtérre, akkor eléggé vegyes látvány fogadott, és szerencsére a sofőröm gyorsan rám talált, úgyhogy el tudtuk hagyni azt a nem túl szimpatikus zónát. Láttam, amit láttam. Nem akarom részletezni. Gondolom, kitaláljátok. És egy órás, másfél órás autóútra megérkeztünk egy teljesen más világba, és akkor ismét emlékeznem kellett egy dologra. Csodák már pedig vannak. Ezek az emberek nem csak hogy paradicsomot, egy hatalmas oázist hoztak létre a sivatagból, hanem egy működő business, egy működő üzleti modellt építettek föl fantasztikus módon, ami tényleg működik. Ott voltam, láttam. Az ott dolgozó emberek gyerekeinek kialakítottak iskolákat, óvodákat, és láss csodát, a Waldorf pedagógiát is használják ott. Döbbenetes volt. Csodák már pedig vannak. Ott jártamban több európai tudóssal együtt ebédelhettem az ottani étkezőben. Mindannyian minden nap biodinamikus alapú ételeket ehettünk, aminek nem csak a íze volt fantasztikus, hanem az életerő, ami belőlük áradt, az nagyon sokat segített. Azt nagyon kevesen tudják valószínűleg, hogy Afrika alatt egy hatalmas vízkészlet van felhalmozódva. 50 méter mélység után ezt igencsak drága és nehéz kiteremelni, de ott van, úgyhogy nem csak a Nílus vizét használják sokan arra felé, hanem most már a föld alatti vízkészletekhez is hozzányúlnak, remélhetőleg minél bölcsebben. A fő célom az volt, hogy ennek a csodálatos helynek, a Szekemnek, a megálmodójával, a kitalálójával és a létrehozójával, dr. Ibrahim Abuléssel tudjak egy interjút készíteni.
szerencsém volt. Sikerült, rendelkezésemre állt, és egy fantasztikus embert ismerhettem meg a személyében. Dr. Abules sajnos most már a küszöbön túlról figyel minket, és dolgozik tovább, ugyanis nem régen itt hagyott minket. Amikor leültem vele, hogy elkezdjük az interjút, akkor nekem szegezett egy kérdést. Azt kérdezte, Frici, tudod mit jelent az, hogy Afrika? És néztem rá, mindenre számítottam, de erre a kérdésre nem. Azt mondja, Mother Earth, Föld anya. Az interjú során Dr. Abulesnek voltak olyan gondolatai, amik hirtelen, nem is tudom, hogy honnan jöttek, de szinte felráztak engem. Az egyik ilyen volt, amikor éppen beszélt valami témáról, és hirtelen azt mondja, a szellem, amikor összesűrűsödik, összenyomódik, akkor aranyjá válik. Számomra megrázó élmény volt látni, pozitív értelemben, egy megrázó felismerés, hogy Európán kívül egy teljesen más kultúrában, egy másik kontinensen azok az ideák működnek ugyanolyan jól, sőt, valamikor nagyobb hatásfokkal, mint amit Dr. Steiner 100 évvel ezelőtt körülbelül ránk hagyott. Ezért is nem győzte kihangsúlyozni Dr. Abules, hogy a Waldorf pedagógia például nem világnézeti pedagógia. Dr. Abules elmondta nekem, hogy annó 15 éves korában az egyik legnagyobb élménye életében az volt, amikor a kezébe került az első könyv Goethétől. És ennek hatására úgy döntött, hogy eljön Európába, és itt maradt és 25 évig Európában tanult, és gyűjtötte a tapasztalatait. És Goethe segítségével értette meg a social developmentnek a lényegét, aminélkül a second group nem épülhetett volna fel. Elmondása szerint az egyik legfontosabb célja Dr. Abulesnek az volt, hogy az embereket megtanítsa halászni. És ezért építette föl a Szekem Group köré csoportosuló egész Afrikát, most már lassan behálózó kis túlzással, organikus és biofarmokat, amiket ők segítenek, és amikor ajándékpénzeket kapnak például Európából vagy az Egyesült Államokból, akkor segítenek őket a megfelelő módon ezeket a pénzeket használni, felhasználni. És most búcsúzóul kérlek, engedjétek meg, hogy megosszak veletek egy ősi egyiptomi bölcsességet, amely így szól. A régi egyiptomiaknak volt egy szép gondolatuk a halálról. Mikor a lelkük a mennyek kapujába ért, az istenek két kérdést tettek fel. A válaszon múlt, hogy bebocsátást nyertek-e. Az első kérdés így szólt. Leltél-e örömöd az életben? A második pedig így. Vittél-e örömöd mások életében?